Szép otthon megteremtése nem kötődik életkorhoz, mégis leginkább az új fészek rakók, az örök Ádámok és Évák gondja. Itt a kiállításon szakemberek sietnek segítségükre. A tanácsadó iparművészek nem leplezett célja a nagy közönség ízlés nevelése. A konyha elsősorban Éva birodalma. A korszerű konyhaberendezés elemekből áll. Éva maga tudja, mekkora konyhával rendelkezik, s maga döntheti el, mely darabokat választja, milyen színben és milyen felülettel. A lakószoba kialakítása viszont már kettőjük közös gondja. Együtt is, külön is, összekoccanásra, kibékülésre egyaránt alkalmas ez a szellemes konstrukció. ...1960 és 80 között több mint 200 000 lakás épül Budapesten. Ezek 80%-a panellakás, két szovjet és egy dán házgyár típus mintái alapján. A legnagyobb lakótelepek Békásmegyeren, Zuglóban, Lágymányoson és Újpalotán épülnek. A szocializmus építésének legutóbbi két évtizedére visszatekint. Azt látjuk, hogy az ország lakossága anyagiakban és szellemiekben jelentősen gyarapodott. 1960 óta a lakosság fogyasztása és az egyfőre jutó reáljövedelem több mint kétszeresére nőtt. Felépült mintegy 1,5 millió lakás. Az ország lakosságának csaknem a fele új otthonba költözött. Általánossá vált a háztartási gépek, mosógép, porszívó, hűtőszekrény, tovább a rádió, a televízió, a magnetofon is, más tartós fogyasztási cikkek használják. Csaknem minden negyedik családnak van gépkocsija. Népünk élelmezési színvonala, öltözködési kultúrája, nemzetközi összehasonlításban is jó. Egészségügyi, szociális, ellátási rendszerünk összhangban van gazdasági fejlettségünkkel. Társadalmi juttatásokra, reál értékben ma 4-szer annyit fordítunk, mint 2 évtizeddel ezelőtt. Az építőmunka eredményeként az elmúlt 5 évben a gazdasági nehézség közepette is érezhetően emelkedett az életszínvonal, javultak népünk életkörülményei.